Faültetés a Sarkantyú és a Kossuth utca kereszteződésében, 10 darab gömbakác a Major Anna utcán, és fásítás a Malomkerti Kondi Parkban is, csak néhány helyszín abból a rengetegből, ahol több száz új fa teszi zöldebbé Nyíregyházát a polgármesteri faültetési programnak köszönhetően. Az önkormányzathoz csatlakozva cégek, intézmények és a Nyírvévé lakossági akcióinak köszönhetően az itt élők is több ezer facsemetét ültettek el az elmúlt években. A parkok, közterületek mindig szép és rendezett látvány nyújtanak Nyíregyházán, de az elmúlt időszakban egy pályázatnak köszönhetően a Bújtosi Városliget is teljesen megújult. A zöld gondolkodás számokban kifejezve azt jelenti, hogy ma már több mint 130 ezer fa és 115 ezer cserje teszi egészségesebbé a nyíregyházi levegőt. Az önkormányzat zöldítési munkáját most egy nemzetközi zsűri is elismerte. Városunk kapta az Európa Zöld Városa díj 3. helyezését. Ez a díj egyrészt egy megerősítés és egy elismerés, de mondhatnám a városbrend része. Tehát nem szabad elhallgatnunk, mert nem jó az, hogyha a szakmai zsűri értékel bennünket, ide jönnek hozzánk turisták, vendégek, nagyon sok nyíregyházit hallom, hogy a rokonait járt a barátja is, milyen pozitívan beszélt a városunkról. Ezt a városon belül is tudatosítanunk kell, ahogy szoktam mondani, ez nem fatális véletlenek sorozata, hanem ez egy 10 évvel ezelőtt megtervezett tudatos program, amit a szükséges pályázati kiírások, egyéb feltételek adaptálásával folyamatosan viszünk tovább. A nemrégiben átvett díjasóstó gyógyfürdő megépített szökőkútparkot és a gyógyhely zöld felületi fejlesztéseit ismeri el. Természetesen ennek a beruházásnak is komoly előzménye van, még 2015 végén kezdődött az előkészítés. A közterületek összekapcsolásával egy egységes stílusképet akartak elérni a turisztikai szempontból legjelentősebb városrészben. A zöld felületeket öntöző hálózattal látták el, fákat, cserjéket és évelő növényeket ültettek. A projekt legkiemelkedőbb része természetesen a látványos egyedi szökőkút építés volt. A polgármester úgy fogalmazott, rengeteg megalapozatlan és méltatlan támadást kapott a beruházás, de talán ez a díj is egy jó válasz lesz a kételkedők számára, az elismerés is jelzi, hogy megérte a szökőkút kialakítása. A projekt játszótér bővítést tartalmazott, és a tófürdő előtti szökőkútpark kialakítását is. Ezek mind-mind a látogatók és turisták kedvelt helyeivé váltak. Azt gondolom, hogy minden fejlesztésnél szükséges tehát mindig vannak problémák, tehát mindig más jellegű problémák vannak. Itt igazából én azt gondolom, hogy a zöld felület fejlesztésnél a fakivágások merültek fel a zöld aktivisták részéről. Én úgy gondolom, hogy egy jó kompromisszumot tudtunk kötni velük, és meg tudtuk érteni egymás szempontjait, és a legvégén igazából úgy tudtuk átnézni az egész zöld felületeket, hogy egy tényleg közösen elfogadott program szerint nyújtunk hozzá a faállományhoz. Természetesen a kompromisszumban mindig mind a két fél enged valamilyen szinten. Nyilvánvalóan azt gondolom, hogy a végeredmény tekintve az, hogy mennyien vannak sóstón, mennyien használják itt az Aquarius élményfürdő előtti területet, az önmagáért beszél, és ez a díj is, hogy végül külső szemlélőként az idegenek, akik megnézték ezt a projektet, azt mondták, hogy ez díjazásra érdemes. A zöld szemlélet a közösségi közlekedésben is megjelenik a városban. Évek óta környezetbarát gázüzemű autóbuszok közlekednek, de elismerték már a hulladékgazdálkodás területén végzett helyi munkát is. Kerékpáros barát település címet is kapott korábban a megyeszékhely, illetve energiahatékony önkormányzat elismeréssel is büszkélkedhet Nyíregyháza.